a 65 templomot egybefogó középkori templomok útját Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a romániai Szatmár megye kezdte el kialakítani egy turizmusfejlesztési program során. A fejlesztés célja az volt, hogy a kiemelkedő örökség turisztikai és művészet történeti értéket jelentő középkori templomokat összekötve jöjjön létre egy közös turisztikai útvonal a magyar-román határtérségben. A megyeházán most a két megye újabb partnerségi megállapodást írt alá. Ennek értelmében 4 milliárd forintból további templomok újulnak meg és kerülnek be a tematikus útba, valamint számos más turisztikai beruházást is megvalósítanak. Ennek a programnak a keretében a megyében 15 templom döntő részben középkori műemlékes értékekkel bíró templom újul meg, 3 egyház kezelésében, református, római katolikus és görögkatolikus egyházak kezelésében vannak ezek a jelentős értékű templomok. Ezen túlmenően Nyírbátorban egy a várostörténeti sétánynak egy további fejlesztése valósul meg, Érpatak, akkor egy turisztikai fejlesztés, illetve Baktogorrendházán is megvalósul egy ugyancsak turisztikai közösségi fejlesztés. A beruházások a romániai Szatmár megyében a Szatmár-Németi Múzeum fejlesztését érintik majd. Mi egy pontra fókuszáltunk, a Szatmár megyei múzeum épületét kívánjuk teljesen felújítani, 21. századi technikával is felszerelni, hogy lehessen 21. század kívánalmainak megfelelő tárlatokat bemutatni. Ez egy közel 100 éves épületről beszélünk. Régen ez a kommunista pártnak volt a székháza, ezért jó lenne, hogy picit, nem hogy jó lenne, hanem azt tervezünk, hogy egy kicsit teljesen átalakítjuk belül, hogy legyen sokkal fogadóbb barát, több nyelvű tárlatokkal, illetve amit lehet digitalizáljunk, és közösen az egész térséget, mindegy, hogy a Szatmárnak a melyik oldaláról beszélünk, tudjuk egymás értékeit bemutatni, illetve tudjunk olyan vonzó tárlatokat generálni, amik az egész térség hasznára válik. A két megye jövő héten újabb megállapodást ír alá. Ennek keretében egy egészségügyi fejlesztés valósul majd meg a határ két oldalán.